Építsük együtt azt az utat, amely a jövőbe elvezet. A nyírlugosi görögkatolikus általános iskola diákjának szavalata után Hovánszky György nyírlugos polgármestere köszöntette a városházán egybegyűlt vendégeket. Az eseményre a görögkatolikus bölcsőde átadása előtt került sor, ahonnan az ünnepi beszédek megtartása után a vendégek átsétáltak a közelben épült Micimackó bölcsőde épületéhez. Latorcai Csaba, a közigazgatási államtitkár úgy fogalmazott, az elmúlt években a kormány meghirdetett egy bölcsődei férőhely bővítési programot, amelynek köszönhetően több ezer hellyel bővült az ellátórendszer. Most már több mint 4000 férőhely bővítésnél tartunk, és ebből 900 csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósult meg. Nem állunk meg azonban itt, a célunk még háromszor ennyi új bölcsődei férőhely létesítése, és ennek eredményeképpen a várakozásaink szerint a gyermekek modern 21. századi körülmények között tölthetik napjaikat, a nevelésük modern körülmények között folyhat, testileg, lelkileg, szellemileg gyarapodhatnak, és a szülők pedig vissza tudnak térni a munkaerőpiacra, amennyiben úgy döntenek, hogy az édesanyja azt választja, hogy visszatér a munkahelyére. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a város az elmúlt 6 évben jelentős támogatásban részesült, többek között olyan infrastrukturális beruházások eredményeként, mint az ivóvízhálózat fejlesztése, a közösségi ház vagy a futballpálya környezetének rekonstrukciója. 2018 óta ide a városba csak a területfejlesztési operatív program és a KEHOP program jó voltából, tehát ezek Európai Uniós programok. Több mint 2 milliárd forint érkezett. A bölcsőde épület átadásán a helyi óvodások műsorát követően Szocska Ábel megyés püspök megáldotta az épületet. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a régióban egyre több bölcsőde épül vagy újul meg. Ha kicsit felülről ránézzünk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, akkor azt látjuk, hogy mindenhol nőnek ki óvodák, bölcsődék, oktatási intézmények, újak épülnek, megújulnak régiek, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó helyzet. A két csoportszobás intézményre a polgármester szerint azért volt szükség, mert a városban 3% alatti a munkanélküliség, és egyre sürgetőbbé vált a bölcsődei szolgáltatás biztosítása. Ott tartunk, hogy szinte a közmunka helyett vállalkozókkal vágatjuk le a parkba a füvet, mert nincs közmunkás, hála Istennek, mindenki elment az elsődleges munkaerőpiacra. Tehát rengetegen jelentkeztek, hogy egyszerűen nem tudnak elmenni dolgozni, mert a kisgyereket nem tudják hova tenni. És ezért mondtam, hogy mérföldkő, mert ahhoz, hogy mindenki újra el tudjon menni dolgozni, ahhoz kellett ez a bölcsőde. A várakozásoknak megfelelően a közel 420 millió forint Európai Uniós és kormányzati támogatásból épült Micimackó bölcsőde jelenleg teljes létszámmal működik nyírlugosan.